Egyébként nem baj, hogyha az elődeink közt hozzányúlunk, mert ugye a Janó diszkó idejéből ugye az egy remek ötlet volt, hogy videódiszkó. Ezt egyébként én magam is alkalmaztam. Tehát ugye akkor tényleg nem voltak ezek a zenék semmilyen formában elérhető, ha csak nem volt jó drágán beltéride, műholdas beltérid, és akkor egy jó drágán, egy jó videobanknóval föl tudtad ezeket venni. És ezeket mi is alkalmaztuk, tehát simán játszottunk videóklippeket is, meg évfél után már 3X-es is néha becsúszott, de azért ezt mi is megcsináltuk. Egy Németországból behozott színes televízión, akkoriban még a színes televízió se volt annyira egyértelmű, hogy minden háztartásban legyen, az volt föltéve a Traverzra, és gyakorlatilag ott mentek a videóklipek, amiket lehetett nézni, és értelemszerűen annak a hangját be is játszottuk. Tehát táncolható, nézhető volt az új zene. Tényleg a Megaklub az ilyen értelemben az új zenét is így tudta behozni, hogy videóklippel együtt mutattuk a zenét, és akkor a később már a simán CD-ről játszott anyag is, ugye már az már elfogadható volt, mert már volt mihez kötni. Volt egy élménye a vendégnek az új zenével kapcsolatban, amit nem biztos, hogy az akkori rádióból megkapott. Nagyon jó rádiók voltak, de nagyon sok új zenét ők sem tudtak játszani, mert egyszerűen ők sem fértek hozzá.